Magyarországon évente 2-3 nemzetközi munkakutya versenyt rendeznek. Ezúttal Dombóváron zajlott az EGP 3-as kutyák bajnoksága. A sport szerelmeseinek tanácsos a kölyök kutyákat célirányosan kiválasztani a munkakutya fajták közül. Lényeges feltételei a jó karakter, a képzéshez megfelelő idegrendszeri típus, az alapösztönök megléte és a pozitív viselkedés. Nagyon fontos az egészségügyi és idegrendszeri alkalmasság. Ezeknek a fontos tulajdonságoknak a megléte nélkülözhetetlen az eredményes versenyzéshez. Az EGP 3, ez a nemzetközi munkakutya vizsgarendet jelenti. Ugye ezen a bajnokságon két világbajnokságra kvalifikálnak a kutyák. Három fázis van: a nyomkövetés, az engedelmes és az őrzővédő. És mint mondtam, ugye két világbajnokságra történik itt a kvalifikáció. Az egyik az FC, ez az összfajtás munkakutya világbajnokság, a másik pedig az FNBB a belga juhász világbajnokságra kvalifikálja a versenyzőket jövőre Görögországba. Ezen kívül még el kell mondani a versenyről, hogy a német juhászoknál a Hunnier Rex német juhász kutya egy nemzeti bajnoki címet osztja ki most ezen a versenyen. Ez egy összetett sport, ugye kutyának, gazdának ugyanúgy egyformán meg kell felelnie. Van két pályamunka, az egyik az engedelmes, a másik az őrzővédő ágazat, és a harmadik a nyomkövetés, ami ugye terepen van kint, most éppen vetésben történik ez a. Ez egy összetett sport, ugye kutyának, gazdának ugyanúgy egyformán meg kell felelnie. Van két pályamunka, az egyik az engedelmes, a másik az őrzővédő ágazat, és a harmadik a nyomkövetés, ami ugye terepen van kint, most éppen vetésben történik ez a megmérettetés. Az engedelmes versenyszámban szabadon követésbe kell a kutyának felvezetőivel mozogni az előre kijelölt pályán. Az mellett ugye vannak pózos gyakorlatok, ültetés, fektetés, állítás, és ugye van az aport és az előre küldés. Tehát ezeket kell megcsinálni a kutyának. Az mellett, ha ezzel végzett, akkor gyakorlatilag a másik kutyát megvárva van még egy feladata, ugye a kifektetés. Nyugodtan, figyelmesen kell a gazdának a további instrukcióit várni. Az őrzővédő feladatnál ugye gyakorlatilag itt a kutyának ugye több feladata is van, ugye a maga fürkészés része, a felugatás, a szökések, a bátorságpróba, és itt az összeháztartását vizsgálják a kutyának, terhelhetőségét és kézbetarthatóságát. A bátorságpróbán, melyet szintúgy teljesítenie kell a kutyáknak, a segéd szembe megy az ebbel támadást színlelve, melyet hárítania kell a kiképzett négylábúnak. A versenyekre való felkészüléshez sok idő, türelem és határozottság is kell. Ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon sok energiát emészt fel. Aki nem versenyzett, igazából ezt úgy gondolom, hogy át nem is látja teljesen. És nagyon nehéz, nagyon összetett, nagyon sok aprólékos munkával. Azt mondom, hogy 8-7-es korától már a kutyával elkezdünk tréningezni napi szinten, és gyakorlatilag négy általában, vannak korábbi időpontok is, hogy a kutya pályára kerül, de mire egy világbajnokságra kijut, 4-5 évesen fogja ezt elérni. És gyakorlatilag van benne 2-3 éve, amíg versenyezhet, tehát ez iszonyatos munka, nagyon nagy odafigyeléssel. A Dombóváron megrendezett versenyre az ország minden pontjáról érkeztek, sőt egy versenyző határon túlról, Romániából jött.